Na hát üdvözlök mindenkit, sziasztok, én Erbubok, és srácok, ahogy látjátok, app, ez látom, beraktam egy skin plugint, és most már egy videósnak a skin-e van igazából benne nekem, ugyebár az index képen, ahogy látjátok, általában a fekete pulcsi, de ugyanez csak fekete pulcsi van rajta, meg fekete nadrág, de szerintem szürke. Kicsit alakítottam a házat, szerintem is sokkal jobban néz ki. És körülbelül ennyi is, akkor visszahozom a szettemet. A videósnak a skinje, az a videós neve a Grian, vagy Grian, nem tudom, hogy kell ejteni. Ezt egy kicsit átalakítottam, kicsit bővítettem videón kívül, meg, hogy látjátok, nem akartam húzni nagyon az időt vele. Elkezdtem csinálni a bányát, éppen elkezdtem csinálni. Kisütöttem egy adag lépcsőt, nem tudom mennyi kell. Kisütöttem egy adag követ és átcraftoltam lépcsőhöz. Szóval most igazából egyedül fogok játszani. Szóval, ja, most nincsen Tremors. De most akkor körülbelül, ja, ennyi is lenne, és akkor most megcsináljuk szerintem egy kisebb gyorsítással majd a bányát. Viszont ez itt a Survivor-nek a 8. része. Remélem, srácok, nektek nagyon tetszett a 7. rész, amikor készült a ház. Szerintem sokkal jobban mutat, hogy raktam ilyen izét neki. Viszont még egy valamit akartam ezen alakítani, ide akartam egy kis erkét. Szóval azt lehet, hogy még ezt megcsinálom most videón belül. Azt nem akartam még hagyni. Milyen fa is kell ehhez? Igen, igen. Valahol így ide szerettem volna azt a menetet. Oldani. Szóval innen ki is jutott, nem tudom, hogy baltával kézzel lehet jobb lenne. Így. És. Valahogy így. Gondol. Jó, és akkor. Valahogy így gondoltam még ezt. Nem lesz elég. Ne, jó, lehet, hogy még... csinálok még belőle egy adagot. Lehet, hogy még lépcsőveid díszítek egy kicsit. Aha, aha, lehet az lesz. Nagyon bárgok egy kicsit. Nem is tudom, milyen akáciafa. Egy jó rendik akácia. Akáciafát, és akkor haladunk is legalább. Voltaképpen most azért vagyok egyedül, mert Remorsnak ezt nem is tettem, és szeretnék felvenni. Na. Azt mondja, hogy ezt valami ilyesmire képzeltem, és akkor ezt így, így ki se lehet esni. Na, ez így még jó. Ez ki. Nem is tudom, de lehet rakni ilyen leülő. Itt. Olyan van még. Van még mondjuk kenyerem is, kenyér van. Nincs baj. Lehet, hogy mondjuk ilyen kéne megcsinálni fából. Nincs. Lehet üveglombot csinálni, meg lehet jobban neki. Aztán mindegy, mi a fából csinálom. Nem fog színezni. Baj. Üveglombot csinálok. Lehet. Áh, csúnya. Kisebb kívülőt akarok, de így nem jó. Hogy kéne? Berakom. Csúnya. Lehet, hogy lesz, hogy így. Berakom ezt. És rúgom. Hogy nem is lehet erre rára. Ó, akkor csak azért. Csak az lesz, hogy... kerítés. Jó, is nézzük. Ja, ezt akartam cserélni. Kicsit otthonosabb. Na, akkor lehet, hogy ezt az ajtó az így hülyén néz ki, mert mindenhol másféle van.
Hát lecserélem, azt inkább bejáratítom. Sokkal jobban néz neki. És akkor ez pedig ilyenre. Sokkal jobb. Na, akkor le is pakom minden a fát, fölösleges dolgokat, és akkor ajtó. Ezek üveget itt felakom. Ide. Eszek, és akkor szerintem haladjunk is a lépcsővel. Kicsit kialakítottam, hogy ez egy kicsit szebb legyen, de ez így jó néz ki. Egy kicsit elrejtőzik a lány, olyan, mint hogyha csináltam egy kis ilyen műdombot. Erre elalakítottam egy kicsit. Szerintem jól néz ki. Ugyebár itt volt egy ilyen kis, még az első pár részben, a makyanyadik részben, itt volt egy ilyen kis tó, amit betöntem szépen. Na, akkor szerintem nagyon neki. Szerintem, srácok, ezt egy gyorsításon belül szerintem lehúzom, és akkor majd gyorsítás után pedig találkozom. Akkor kezdjük is el. Na, és ezek akkor körülbelül ennyi is lenne a lépcső. És... ja, körülbelül ennyi is lenne. Zombikat. Nem mindegy, most ebben a részben nem szeretnék bányászni. Majd szerintem a következő részben, a 9-ben majd, amikor Tremors is jelen lesz, szerintem majd vele akkor elmenjünk, és akkor bányászunk együtt. Amúgy, amikor ezt videón kívül egy kicsit alakítottam, ugye tudjátok, emlékeztek arra, amikor két sort csináltam, és akkor Tremors megunatkozott arrafele. Ezt megcsináltam szépen, és akkor itt lebányáztam videón kívül, meg találtam két, vagy valamennyi gyémántot. Azt hiszem 6-ot, vagy 5-öt. Ugyebár ide épített Tremors egy kis cuccost. Ez mi a fene? Csik az eső. Ja, én kivettem a particle effect az esőre tényleg. Néle csinált magának egy ilyen alagutat, utat, nem tudom, arrafele. Én azt betöntem és eltüntettem a maradvány, mert nagyon csonyák ott egy kicsit. Ezt a lábet én nem is tüntetem, akkor nem is kell majd. Akkor körülbelül, hogy ennyi is lenne. Jó. És ez egy kicsit rövidebb résznek alakul szerintem, mint a többi szokott. Alszok is egyet, és akkor gondolkoztam még egy kisebb járdán. Azért egyedül úgy tűnik, hogy az alvás egy kicsit lassabb, mint a ketten játszom, mert dobok be itt egy ládát. Mert amikor ketten játszunk, olyankor olyan, mint egy vágás lenne az alvás. Persze nem vágjuk ki az alvást, hát tényleg. De tényleg nem mint a bár. Nem leszek fákánk, szerintem már nincsen. Köszönet elég is. Viszont még járdát akartam csinálni. Nincsen semmi. Vasba jó lesz. Akartam ide egy kis járdát, így a, ugyebár itt van a ház előtt egy kis járda, akkor erre fele is csinálok. Így is akkor majd alakul. Ezt ki akartam fákjázni, az jó néz ki. És akkor a járdát ezt el akartam erre hozni. Isten, adjak még ki egy. Jó lesz így. És akkor én ezt összeketem a bányával, meg a farmmal. Ugyebár a farmhoz még nem csináltam semmit nagyon. Annyi, hogy alakítottam, hogy a kerítést azt kievittem a kaktuszig meg a cukornádhoz. Ez körülbelül ennyi is. Így.
Ja, meg itt kivágtam egy pár fát így a járda miatt. És akkor így ennyi is. Tehát ide is kéne még kerítés, jól néznek ki ilyen kerítésen lévő fákják. Vagy lehet, hogy erre is külön egy plugin berakok. Hát nem tudom, még gondolkozok. Nem is tudom. Az biztos, hogy egy 3x3-asra gondoltam így. Arra így elindul. Mondjuk ezek az ilyen cikcakos utak nem annyira néznek ki jól szerint. Ilyen sléken. Na mindegy. Most lesz, amilyen lesz. Hát akkor nem is kellett volna ásni. Várjunk. Így. Nem, valahogy így gondoltam. Tényleg nem annyira néznek ki, na várjátok, azt leszedem. Leszedem ezeket a füveket, mert ez minek te. Kicsit csúnya. Kicsit szépíteni. Nézni. Sokkal jobban néz ki szerintem. Ezt lehet én előttem, és akkor... Így, hát nem tudom. Mindegy, jó néz ki. Jó lesz. Jó, és akkor nem is tudom, mit csináljak még. Ja, ki felkihezem talán a teraszt, még ezt elmaradt. Nem is tudom, a tetőt azt megcsináltuk, az szép lett, nekem nagyon tetszik. A komment szekcióban írjátok el nekem, hogy mennyire tetszik a tető. Meg úgy igazából a sorozat is, hogy szeretnétek, hogy húzzuk tovább a sorozatot. Ha nem tetszik, akkor nem fogunk tovább foglalkozni vele. De nem is tudom, mit csináljuk. Learatom a farmot szerintem. Szerintem akkor is látszok a farm learatásával, szerintem elveszik, szerintem még ilyen kis idő, akkor egy gyorsításon belül látjátok még a farmot le. Farmolom. Na akkor gyorsítás után találkozunk. Everything changes. Na hát akkor srácok, körülbelül ennyi is lenne a farmnak az aratása. Akkor... nem raktam fákját, hoppá. Betőm a... Ó, de gyorsan nőnek, na mindegy. Így. Hát akkor szerintem srácok, körülbelül igazából jó, most az elég rövid résznek indul szerintem így emiatt. De csak körülbelül ennyit szerettem volna erre a részre, nem is szerettem volna nagyon tovább húzni. Úgy mondván bőven elég most körülbelül ennyi erre a részre, és akkor szerintem majd a következő részbe majd Tremors-ra fogunk majd játszani, és akkor majd vele fogjuk majd végig csinálni a dolgokat. Szerintem akkor vele fogunk majd lemenni.
bányászunk. Na hát akkor srácok, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, ha tetszett a videó, akkor mindenképpen nyomjatok egy lájkot, ne felejtsetek el rám feliratkozni, és remélem várjátok már a következő részt, én nagyon. Ne felejtsetek el nekem kommentbe írkálni, hogy mit szeretnétek majd a következő részben látni. Igazából most a bányászás lesz a következő résznek majd az eleme, de még alakul. Igen, ez egy kicsit rövidke rész lett, de most ennyit szántam erre a kis videóra. Akkor nagyon szépen köszönöm a figyelmet, én erről voltam. Sziasztok!